Szervusztok, szép jó estét mindenkinek! Szóval, hogy már az előbb is írtam, ahogy a tetőpont a vége felé érkezünk, egyre több olyan bejegyzés lesz, ami félelemkeltő, ami várja a sötétséget, az apokalipszist, minden egyéb ilyen félelemkeltő dolgot. Érzésem szerint nem lesz itt semmiféle ilyesmi. Ráadásul te teremtő vagy. Te teremted meg a valóságodat. És ha a valóságod egy gyönyörű, szép, aranykor teremtő, akkor ott annak nincs helye semmiféle félelemkeltő történetnek. Aki ilyet mond, azt nem tudom, hogy mazohista vagy. Egyszerűen nem értem, hogy miért akar mindenáron egy hatalmas negatív hullámot ráborítani a földre. Szóval te csak tedd a dolgod, teremtsél, teremtsd meg a te saját lehető legjobb idővonalodat, ahol nincs semmiféle sötétség, nincs semmiféle káosz, hanem szép normálisan átmegyünk az aranykorba. Átrezgünk. Valahogy úgy kaptam meg ezt a felemelkedést, hogy minél magasabb a rezgésed, minél magasabb a tudatosságod, szépen átrezegsz az ötödik dimenziós tudatállapotba. És mivel, hogy minden ember egyéni, egy és megismételhetetlen, minden embernek más a rezgése, egyedi lenyomata van. Tehát ne várd azt, hogy mindenki egy bizonyos időpontba fog felemelkedni. Biztos, hogy lesznek sokan, akik körülbelül hasonló intervallumban, de azok azért, mert körülbelül hasonló a rezgésük, hasonló a frekvenciájuk. Én legalábbis így érzem, nekem így jött le. De több mint valószínű, hogy másféleképpen érzékeli ezeket a dolgokat. Nincsen csak egyféle igazság. És csak az az igazság. Másnak más az igazsága. Aztán te döntsd el, hogy melyik igazságot választod. Melyiket szeretnéd. No, akkor menjünk le szokásunkhoz, híven, földanyához, gyűjtsd össze szíved minden szeretetét, tedd bele a fehér gömbödbe, és küldd le földanya kristálymagjába. Indítsd el a szívteredből, gerinc mellett végig lefelé, medence, comb, lábszár, lábfej, és a talpaidon keresztül leengedett földanyának. Üdvözöljük a belső föld lakóit, és megköszönjük energetikai támogatásukat. Gája szereti gyermekeit, feltölti a gömbödet energiájával, szeretetével, és küldi vissza hozzád. Belép a talpaidon, lábfej, lábszár, comb, medence, és a gerinc mellett visszatér a szívtérbe. És most küldjük fel atyánkhoz a napba,
gömböt kilép a fejtetőn, atyánk is feltölti energiájával, szeretetével, majd küldi vissza hozzád. Belép a koronacsakrádon, harmadik szem, tobozmirigy, torokcsakra, és újra itt van a szívtérben, és így együtt van a Szent Hármasság, Atya, Anya és a Gyermek. Hunyd le a szemed, csillapítsd le az elméd, zárd ki a gondolatokat, figyelj befelé, figyelj az energiákra. És kérem, 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 kérek minden égi lényt, a Teremtőt, a forrást és energiáját, az ősöket, a Szent Szellemet. Kérlek, jöjjetek, lépjetek be energiarendszerembe. Hermes Trismegistos, a sárkány nemzetség, lemúriai mesterangyalok, Atlantis angyalai, atlantiszi magarmágusok, aranyasszonyok, tündérek, boszorkányok, Mária, Szananda, Mihály, Gabriel, Rafael, Szandalfon, Szarahel, Ízis, Teremtő Istenek, a nagy fehér testvériség, felemelkedett mesterek, spirituális tanítók és szellemi vezetők, a csillagcsaládok, segítő angyali tudatmezők, szeretett felettesén, belső gyermek vele született. Lénye minden aspektusa és lélek része. Kérlek, jöjjetek, lépjetek be energiarendszerembe. Borítsátok be védelmetekkel tagjainkat, áldott Gáját és a Földön minden lelket. Így legyen most, és ez így van. Köszönöm, 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 köszönöm. Na, drága univerzum, égi segítőink, és lehívjuk azokat a frekvenciákat, rezgéseket, információt, mindazt, amire szükséged van. Hunyd le a szemed, figyelj befelé, figyelj a beérkező energiákra. Igen, vannak mellékhatások, hiszen a régi rendszer nehezen adja át a helyét az újnak, de átadja.
És igen, mindenki teremtse meg a saját valóságát. A félelemtől mentes valóságát. Az aranykor idővonalát. Teremtő vagy. Az isteni rész ott van benned. Te a teremtő gyermeke vagy, és egy szülő csinálhat-e bármi rosszat a gyermekének? Akarhat-e bármi rosszat? Csak kérdezem. Amúgy például az én energiám is már megváltozott, tehát ez is már ötödik dimenziós energia. Akiket kezelek, azok meg is tudják mondani. Egy új, magas rezgésű embert a régi technikával nem fogsz tudni meggyógyítani. Technológiával, technikával, teljesen mindegy. Ezért mondom, hogy keres magának, magadnak kvantum technológiát, kvantum gyógymódokat, kvantum termékeket. Figyeld még, figyeld figyeld az oldalamat, ezt a Quantum Healing oldalt. Megpróbál mindig a legújabb információkat föltenni. De most csak figyelj befelé, és figyelj az energiákra. Figyeld, hogy neked mit üzen az univerzum.
Érzésem szerint a vége felé közeledik a fizikai test átalakulásának. Tudom, nagyon sokan várják, alig várják azt a pillanatot, hogy végre ott legyenek a túloldalon, amit teljesen megértek. Ha csak kicsinyke részét is látom, de az valami csodálatos. És megszűnik az emberiség rabszolgatartásban tartása. Ó, micsoda gyönyörű szép zöld gyógyító szín jött be. Zöld, lila, kék, meg olyan színek, amit hát egyszerűen nincs szó rá. Olyan színek, olyan gyönyörű, szép színek. Figyeld azt, hogy mit érzel, hogy mit üzennek az energiák. Ha figyelsz befelé, akkor egyre több energiapontot fedezel föl a fizikai testedbe. Hm.
És kapott hozzá az instrukciót, a megérzést. Az, hogy olyan könnyedén, pillanatok alatt felérsz a kvantumtérbe, az már annak köszönhető, hogy egyre magasabb a frekvenciád, a rezgésed.
A szívtér van elég nyomás alatt.
Jó, erős energiák vannak, figyeljetek oda rendesen.
Na, kedveseim! Nagyon szép energiák voltak. Namaste! Áldás minden létezőre, áldás a felemelkedésre, áldás a felemelkedés segítőire, áldás rád!